Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 58. adásában. Mai műsorunkban elsőként tájékoztatást kaphatnak a közelmúltban felújított Galgahévízi polgármesteri hivatalról. Ezt követően bemutatkozik a 15 éves Domonyi Tomis zenekar. Végül ezúttal is ingatlan adásvételi tanácsokat kaphatnak Tordai Piroskától. Tartsanak velünk! Közelmúltban pályázati forrásokból megvalósult a Galgahévízi polgármesteri hivatal felújítása több részletben. Erről fogom kérdezni a község polgármesterét, Vanó Andrást. Polgármester úr, mikor kezdődött a polgármesteri hivatal felújítása, és milyen meggondolásból indult ez a kezdeményezés? A polgármesteri hivatal felújítása 2011-ben indult el februárjában, amikor is megnyitottak egy kaput, és a komplett akadálymentesítés pályázat megjelent. Ez a közalkalmazottaknak, a közigazgatásban dolgozóknak, és ugye a falon lakosainak volt fontos, hogy megcsináljuk. Én úgy gondoltam, hogy ezt a pályázatot be kell adni a képviselőtestülettel együtt. Sikerült is, és 001-essel érkezett be a pályázatunk, és hál' Istennek nyertünk is. Kívülről látható a polgármesteri hivatal épületén, hogy a külső részek is teljesen megújultak, ám ez csak az első látvány, ami fogadja az ide érkezőket. Belépve pedig azt láthatjuk, hogy sorra tárulnak elénk azok az újítások, amelyek hozzájárulnak az akadálymentesítéshez. Hogyha végigmegyünk a hivatal egyes helyiségein, akkor a bejárattól kezdve mikkel találkozhatunk, ami újdonságnak számít, és miért fontos ez a falu lakóinak életében? Hát elsődlegesen azt szeretném elmondani, ha már külsővel kezdted, hogy ez két pályázatból tevődik össze. Ugye van a részünkről felújított komplett akadálymentesítés, és van egy Gesztor önkormányzat által a jóléti szolgálat és a gyermek családsegítő szolgálatnak az irodája és közösségi termének a megújulása, bővülése a hivatalnak. De hát ugye beszéljünk a komplett akadálymentesítésről, ami a miénk. Ez a februári pályázat után nyerten, október körül kezdtük el az építkezést, és ugye teljesen megújult így, ahogy mondod, a külső. Két bejárattal rendelkezünk, előtetővel, mozgáskorlátozotti följáróval, két mozgáskorlátozotti parkolóval, és ahogy jövünk befelé az ajtón, egyértelműen látszik, hogy teljesen felújult a polgármesteri hivatal előtere, szélfogót kapott, azon kívül rendelkezünk ügyfélterminállal, mellette mindenféle szociális kiszolgáló helységekkel, teakonyhával, mozgáskorlátozotti WC-vel, illemhelyjel, mosdóval és férfinői WC-vel is, ami teljesen megújult. Belépve a folyosóra azt láthatjuk, hogy sorszámot tudnak húzni az érkező ügyfelek ennél az ügyfélterminálnál. Ez miért fontos szempont? Mi az, amiben megkönnyíti az ő idejüket, várakozásukat? Hát ugye az eddigiekben látható volt a hivatalokban, míg ezt a rendszert el nem fogadtuk, és ez egy nagyon jó EU szabály, hogy mindenféleképpen tegyünk be ügyfélterminálokat, hiszen ez jó a dolgozónak, és jó annak a lakosnak is, aki bejön az ügyeit intézni, egyből tudja, hogy hová fog menni, hol fogják várni, kiértesítik, amikor mehet. Ez jó a lakosnak, gyorsabb az ügyintézés, és jó a munkavállalónak és a dolgozónak is, hiszen az ügyiratait tisztességgel le tudja tenni, eddig pedig csak halmozottak az asztalon, és folyamatosan jöttek be a lakosok intézni az ügyeiket. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal korszerűbb és teljesen jó megoldás, mert akár az iktatáson keresztül, akár pedig az ügyiratkezelésen át előbb jutnak a lakók ahhoz a feladathoz, ahhoz a segélyhez, ahhoz az elintézési dologhoz, amiért éppen keresik a polgármesteri hivatalt. Az új ajtókon belépve az irodahelyiségekbe új bútorokkal is találkozhatunk. Melyek ezek? Igen, ez előírása volt a pályázatnak, hogy minden irodába olyan íróasztalt kell elhelyeznünk, ha véletlenül mozgáskorlátozott érkezik. Egy, hogy beférjen az ajtó, kettő, hogy oda tudjon gurulni az előadóhoz, és ott tudja kényelmesen intézni az ügyeit, ne pedig rá kell hajulni, vagy át kell ülni neki másik ülőszékre, vagy áttenni. Számos táblával is találkozhatunk, ahol nem csak betűket látunk, hanem a látássérültek számára használatos braille-írással is megjelenítették azokat a helységeknek a neveit, amiket ők itt megtalálnak. Ez mennyiben járult hozzához, hogy esetlegesen több ügyféllel találkozhatunk itt a hivatalban?
Hát én úgy gondolom, hogy Galgahévízről elmondhatjuk, hogy nem olyan sok mozgáskorlátozottunk, látás és halláskárosultunk van, de nyilvánvalóan ezzel a rohanó világgal ezt is el kell fogadni, hogy ilyen emberek majd lesznek, és sajnos belekerülnek ilyen helyzetbe, főleg az időseknél ugye a látás és a hallás. Én úgy gondolom, hogy ez szenzációs dolog. Hogyha bejönnek, akkor érzékelhetik azt, mondjuk aki teljesen látáskorlátozott, hogy le tudja olvasni azt, hogy melyik helyiségben egyáltalán hol van, hová kell neki mennie, merre kell elindulnia. Tehát ezek nagyon jó dolgok. És ugyanígy vonatkozik ez a padozatnál is, hiszen ott is előírás volt, hogy a mozgáskorlátozottaknak és látáskorlátozottaknak egy olyan bizonyos jellegű sávot kell biztosítani, ahol ők a botjukkal megtalálják mindenféle olyan odavezető utat, ahol az előadó vagy éppenséggel az helyek találhatók. Polgármester úr említette, hogy kettő pályázatról beszélhetünk itt a felújítás keretében. A másik pályázat az az épületnek a bővítését szolgálta. Erről milyen információkat mondhatunk el egyelőre? Hát én úgy gondolom, hogy annyit mindenféleképpen, hogy ahol vagyunk most is, és a közösségi terem megújult, megnagyobbodott, ez közel 80 négyzetméteres lett a megszokott kicsi házasságkötő teremhez képest, ahol három funkciós lesz, mert ugye azért ezt megkaptuk, hogy a pályázaton belül tudjuk majd mi is hasznosítani, tehát lesz házasságkötő terem, tanácsterem és közösségi terem. A közösségi terem kapcsolódása ugye a gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos, azok az irodák mellettünk helyezkednek el. Ez már a másik pályázatnak a része, ahol az aszódigesztorságból adódóan tudtuk megoldani az aszódi kistérség szociális ellátás javításának a dolgát. Én úgy gondolom, hogy az is egy nagyon-nagyon szép pályázat. 350 millió forintos nyereménnyel lett megoldva, és 7 községben újult meg, vagy éppen zöld mezős beruházással épültek új idősek otthonai szociális ellátóhelyiségek. Azt gondolom, hogy mindezek után, az információk után a nézőkben felmerülhet egy olyan kérdés, hogy vajon miért éppen a polgármesteri hivatal felújítására került a sor, miért éppen ez a pályázat került most előtérbe. Mi az, amit erre a kérdésre válaszolhatunk? Ez nagyon jó kérdés, mert ezt megkapjuk a lakóktól is, talán jogosan, de azt el kell hozzá mondani, hogy minden olyan lehetőséget kihasználunk, amit kiírnak. Tehát ha ezek a pályázatokat írják ki, akkor ezt a pályázatot fogjuk hasznosítani. Az is hozzátartozik, hogy azon kívül, hogy azért ezek például nálunk a komplett akadálymentesítés 95 és 5%-os volt, a másiknál pedig 70-30, az önerőt mindenféleképpen biztosítani kell, ezt mellé kell tenni. De mi örülnénk a legjobban, ha írnának ki útra is, mert Galgahévíz önkormányzatánál készen vannak azok a tervek, miszerint az utakat is tudnánk újítani, csak várjuk a kiírást, mert hát sajnos csak önerőt tudunk hozzá biztosítani, de teljes bekerülési költséggel nem tudunk más jellegű dolgot az utakkal kapcsolatosan például csinálni. De viszont kiírtak egy olyan pályázatot, ami a közbiztonsággal kapcsolatos, és térfigyelő kamerákat tudunk felszerelni. Ez a pályázat bement, ez 13 millió forint összértékű pályázat, amire az őrészünk megvan. Várjuk az eredményt, és úgy gondolom, hogy ezzel is csak javítani tudjuk Galgahévíznek az infrastruktúrális ellátását, mert hát ugye még az, hogy a közbiztonságunk milyen, az még hiányzott. Mit tapasztalt polgármester úr az elmúlt időszakban? Egyébként hogyan fogadták a lakosok a felújított polgármesteri hivatalt, illetve hogyan vélekednek erről az itt dolgozók? Én úgy gondolom, hogy a váltásnál érzékelték azt, hogy egy kicsit megújulunk, kinyitunk a világ felé. Tehát amikor a hivatalnál a kerítéseket és a fákat kivettük, akkor egy kicsit mindenki azt mondta, júj, kikerülnek azok a szép zöldek. Aztán amikor látták azt, hogy hogyan lehet egy hivatal környezetét úgy megújítani, hogy az áttekinthető legyen, szép legyen és mindenki számára használható legyen, akkor teljesen megnyugodtak, és úgy gondolom, hogy mindenhonnan dicséretet kapunk ezzel kapcsolatosan, hogy a falu központunk teljesen megújult, és mint ahogy azt Barát Andris barátunk Kikindáról mondta, szinte már kisvárosias jellege van, szinte örömbe jönni a falu közepére és ezt megnézni. Folyamatosan újulunk, hát bízom benne, hogy még sikerül pályázatot is nyernünk. Galgahévízi lakosként természetesen én is bízom ebben, és köszönöm szépen, polgármester úr, hogy nyilatkozott nekünk. Én köszönöm a megkeresést, és köszönöm a galgahévízieknek, hogy így állnak hozzá a dolgokhoz, és segítik a munkánkat. Ország úton hosszú a jegenyes sor, hosszú a jegenyes sor hazájuk.
százszor is leklopik, ne jön rá. Június végén Domonyban falunapot rendeztek, ahol a falunap záró akkordjaként a Tomis zenekar húzta a talpalávalót igen nagy sikerrel. Ezen apropó folytán itt a Domonyi sportpályán beszélgetek Tomis Tamással, a Tomis zenekar billentyűsével. Üdvözöllek, Tamás! Hello, sziasztok! Tamás, mióta kezdtetek el zenélni? Hát igazából így hárman 97-ben kezdtük, tehát én már 15 éve játszunk. És előtte is volt valami zenei előpályafutás, vagy ilyen tanuló évek? Volt, igen, ugye a bátyámmal, Tomis Gáborral, aki ugye most a szaxofonosunk, tehát előtte is már jártunk ketten muzsikálni, főleg itt a környéken, a Galga mentén, és 97-ben volt az, hogy a mostani dobosunk, a Jónás Laci, akinek a régi zenekar úgymond felosztott, szétmentek valami miatt, ugye egy lakodalomra hívott minket, hogy menjünk el vele együtt, és hát lényegében együtt is maradtunk, tehát így hárman azóta is. És gyerekkorotokban zenéiskolába jártatok, ott szereztétek meg a zenei tudást, vagy ilyen autodidakta módon otthon a garázsban? Nem járt egyikünk se zenéiskolába, semmilyen ilyesmi képzéssel, lényegében magunktól tanultuk hallás után. Milyen műfajban kezdtetek annak idején, és most milyen műfajú zenéket játszotok? Hát annak idején ugye nagyrészt hát szinte csak a mulatos nóták mentek, amik ugye itt a Galga mentén megszokottak. Hát most már ott tartunk, hogy a mulatoson kívül a régi slágereket, a tánczenéket, a mostani újabb számokat, Republik, Apostol, Edda, Rock'n'Rollok, tehát lényegében minden stílust játszunk. Azért egy zenekarnak 15 évvel a háta mögött már elég sok fellépés van a tarsolyában, meg elég sok a tapasztalat. Mi a véleményed? Manapság egy ilyen zenekar meg tud-e élni? Az emberek igénylik-e a bálokat, a mulató zenét? Hát az az igazság, hogy csak ebből megélni nem lehet. Tehát a mai világban, tehát nincs annyi, mint régen volt. De én úgy veszem észre, hogy mostanában egyre jobban kezdenek visszajönni ezek a régi mulatós nóták, mulatós bálok, és a fiatalok is egyre jobban kezdenek visszatérni ehhez a stílushoz. Ugye régebben ugye mindenki, legalábbis a fiatalok úgy gondolták, hogy a mulató zenét csak ugye apáink, nagyapáink szeretik, ugye a lagzikban. És pont ezért a fiatalok milyen igényeket támasztanak egy ilyen mulatós banda irányába a 21. században? Hát igen, hát a fiatalok most annyira nem is igazán a mulatóst, hanem inkább ezeket a mai zenéket, a mai slágereket kérik, kedvelik. De azt veszem észre, hogy egyre jobban a mulatós felé is kezdenek úgy vissza-vissza hajlani. A zenekarotok mindig együtt szokott fellépni, vagy van úgy, amikor külön-külön szólóban vállaltok fellépést esetleg? Van úgy, igen, hogy csak egyedül megyek ugye én a billentyűvel, van úgy, hogy ketten, ugye billentyű és szaxofon, és hát sajnos a ritkább az, hogy ugye mind a hármunkat hívják. Volt-e esetleg emlékezetes fellépés, ami annyira jól sikerült, vagy annyi ember volt rajta, hogy ezért emlékezetessé vált? Hát igazából inkább az időtartam volt emlékezetes, tehát például egy lakodalomban, ahol ugye délelőtt 10-től elkezdtünk ugye játszani, és hát még másnap reggel fél 7 óra felé még ott volt szinte az összes vendég, és játszani kellett. Milyen előkészületeket igényel egy ilyen lakodalom mondjuk egy zenekarnál? Mennyit kell erre próbálni? Hát igazából próbálni, nagyon sokat nem próbálunk, amikor van egy kis szabadidőnk, akkor ugye össze szoktunk jönni, az új számokat megnézzük, lepróbáljuk, meg hát inkább gyakorlás, ami megy. Hogy választatok ki, hogy egy új zenét, amit mondjuk megtanultok?
Hát egyrészt ugye a tévéből is, amit a média diktál, másrészt pedig azért, tehát a vendégek is, tehát amikor egyik buliban mondják, hogy hú, hát ezt a számot tele tudjátok, ha esetleg nem tudjuk, akkor tudjuk, hogy a következőre már ugye meg kell tanulni, mert valószínű, hogy kérni fogják. Domonyi zenészként itt a térségben hol sikerült eddig fellépnetek? Hát igazából nagyrészt itt a környéken Domony, Aszó, Diklad, Kartal, de ezen kívül természetesen jártunk elég sokat Pestre is, Solton is muzsikáltunk. És közeljövőben a közönség hol találkozhat a zenekarra? Legközelebbi nyilvános rendezvényen, ahol játszunk, az augusztus 19-én lesz Domonyvölgyön, a Domonyvölgyi búcsú keretében megrendezett délutáni estében nyúló bálon, és ott tudnak minket élőben meghallgatni. Hát köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és gondolom váltok mindenkit sok szeretettel. Én köszönöm, és várom mindenkit. Ahogyan már korábban ígértük kedves nézőinknek, ezúttal a hitel lehetőségekről, a szocporról és a tulajdoni lapról fogunk beszélgetni ingatlan adásvételi tanácsok témakörében. Szeretettel köszöntöm itt most velem szemben Tordai Piroskát, az egyik piacvezető ingatlan iroda Péceli és Gödöllői irodájának vezetőjét és tulajdonosát. Egy ideje ismét megnyílt az a lehetőség az emberek számára, hogy lakásépítési támogatást vegyenek igénybe, melyet ismerted nevén szocporként szoktunk emlegetni. Mik ennek a lehetőségnek a feltételei, Piroska? Szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Igen, újra megnyílt a szocpol, és minden tévhittel ellentétben igen van, és igen fel lehet venni. Viszont a lakosság körében egyre inkább az a nézet, hogy ez a nesze semmi fog meg jó kategória, mert néhány olyan elemet építettek bele a régi, mindenki által ismert szocpolhoz képest, ami, ha nem is megnehezíti, de sokkal jobban szabályozza a lakásépítési támogatásnak a felvételét. Például egy most beépített rendelet szerint csak olyan lakásra lehet felvenni szocpolt, ami 60 négyzetméternél nem kisebb. Most ez azt jelenti, hogy minden egy másfél szobás lakás, ami 45-50 négyzetméter, és mondjuk egy fiatal házas pár venné fel, ezek a lakások teljesen kiestek ez alól a támogatás alól, hiszen a szocpolt két vagy több gyermek esetén megléte, vagy vállalt gyermek esetén lehet felvenni. Ráadásul úgy, hogy egy gyermeknek már meg kell lennie, és
a 60 négyzetméternél kisebb lakásokra nem vonatkozik. Viszont ha három gyermek van, akkor már 70 négyzetméternek kell lennie a lakásnak, ha négy, akkor pedig már 80-nak. Tehát a család nem választhatja meg a lakás méretét. Ha támogatást szeretne felvenni, akkor be kell tartsa a lakás méreteit, hiszen nem fog kapni. A másik nagy változás az az, hogy az alapjogszabály szerint a 2010. január 1-jét követően épített vagy használatba vételi engedélyt kapott lakásokra vagy ingatlanokra lehet ezt a támogatást felvenni. Tehát korábbiakra nem vonatkozik. És nem tudom, ha biztos látták a nézők, az előző adásban beszéltünk az energetikai tanúsítványról. B kategóriás energetikai tanúsítványnál rosszabb ingatlanra nem lehet lakásépítési támogatást felvenni. Tehát a kormány mindenképpen a megújuló energiaforrással fűtött vagy melegvízzel ellátott ingatlanokkal részesíti előnyben. Tehát a támogatást azokra az ingatlanokra adják, amik ezt a B kategóriát felülmúlják. Ez egy elég nagy változás az előzőhöz képest. Aztán változás az is, hogy négyzetméter árhoz kötik a szocpolt, tehát megvan adva, hogy Budapesten, illetve vidéken milyen négyzetméter árba kell beleférjen a vételárnak ahhoz, hogy ezt a lakásépítési hozzájárulást fel tudja venni a házaspár. Illetve most már ahhoz is kötik, hogy a párnak legalább az egyik fele 180 napnál régebbi munkahely, bejelentett munkahelye legyen, illetve semmilyen köztartozása nem lehet. Úgyhogy elég sok paragrafusnak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki ezt felvehesse, ezt a támogatást. Ha mondjuk egy fiatal házaspárról beszélünk, akik lakástámogatást szeretnének igénybe venni, valószínű, hogy hitel után is érdeklődnek, és ez is szerepel az ötarsójukban, hogy hitelt vegyenek fel. Milyen lehetőségeik vannak ebben az esetben az ingatlanpiacon? Igen. Ma az emberek nagy többsége igen szeretne hitelt. Nem csak fiatal házasok, nem csak szocpollal, hanem anélkül is, hiszen az ingatlanok többsége hitelezhető, és ezt a lehetőséget én azt gondolom, hogy minden híreszteléssel ellentétben ma érdemes kihasználni, mert igen, adnak a bankok hitelt, és igen, nagyon jó feltételekkel adnak ma hitelt. Tehát az, aki ma hitelképes, nagyon jó feltételekkel tud hozzájutni olyan konstrukciókhoz, amihez előbb nem lehetett, illetve versenyeznek a bankok is egymás között, tehát különböző akcióik vannak, például közjegyzői díjat engednek el, ügyvédi adásvételkor az ügyvédi díjat fizetik például, egészen furcsa és nagyon jó akcióik vannak kamat tekintetében is, amit én azt gondolom, hogy most érdemes kihasználni. Viszont van néhány dolog, ami kizáró tényező a hitelfelvételkor. Például a KHR listán való szereplés, ami a köznyelv szerint a bárlista, így többen ismerik, hogy bárlista, ezt most úgy hívjuk, hogy KHR lista. Ezen való szereplés minden nemű hitelezésből kizárja a jelentkezőt. Ma Magyarországon egyik bank sem ad hitelt, ha valaki KHR listán szerepel, és a KHR listán való szereplés az egészen odáig fennáll, amíg a tartozását ki nem fizeti az egyén, és utána egy év jelen pillanatban jogszabály szerint, amíg nem tud hitelt felvenni, a régebbi 5 évhez képest most már csak 1 év. Tehát kevés az, hogy kifizetjük a tartozást, el kell telni még 1 évnek. Így van. Mikortól hitelképessége. Így van, hogy hitel. Általában az emberek ezt most úgy szokták megoldani, hogy addig elmennek 1 évre albérletbe, és gyakorlatilag onnan tiszta lappal tudnak indulni a bankoknál. A másik, hogy ha lakásvásárlásra szeretnénk hitelt felvenni, annak sokkal jobbak a feltételei, mint egy szabad felhasználású hitelnek. Tehát, hogyha valaki lakást szeretne venni, akkor semmiképpen ne szabad felhasználású hitelben gondolkodjon, mert annak sokkal magasabbak a kamatai, hanem lakásvásárlási hitelben. Viszont ott
általában, és itt azért hangsúlyozom, hogy általában, mert azért bankok között is vannak különbségek, de általában 30%-os önerővel kell rendelkezni, amit adásvételi szerződéskor meg is kell fizetni. Tehát a hitel benyújtásához az önerő megfizetése szükséges. És akkor ilyenkor jön ugye a kérdés a vevő részéről, hogy jó, de mi van, ha nem kapom meg a hitelt? Akkor elbukom a foglalómat, és akkor Jézus Márián, mi fog történni? Ezért van az, hogy irodánkban például teljesen díjmentes hitelszűréssel állunk rendelkezésre, tehát mielőtt az ügyfél lefoglalózna, vagy adásvételi szerződést kötne egy ingatlanra, előtte mi megszűrjük az ügyfelet, elvisszük a bankokhoz az ő pénzügyi feltételeit, és ajánlatokat kap a bankoktól, hogy egy, befogadják-e a hitelét, tehát kvázi hitelképes-e egyáltalán, illetve ha hitelképes, akkor vállalja-e az ügyfél azt a havi törlesztő részletet, amit a bankok ajánlanak. Mert ugye ez egy kétoldalú szerződés, tehát az kevés, hogy hitelképes, azt az embernek tudnia, el kell fogadni, hogy egyáltalán tudom-e én azt 15-20-25 évig vállalni, amit a bank ajánl nekem. Most, hogyha ez megvan előre, akkor gyakorlatilag kockázatmentesen tudunk adásvételi szerződést kötni, míg hogyha előbb kötünk adásvételi szerződést, és foglalót fizetünk az eladónak, és utána nem kapunk hitelt, akkor azt a foglalót elvesztjük, ami egy mondjuk 10 milliós lakás esetében a 10% foglaló a szokásos megfizetendő összeg, az 1 millió forint. Tehát én azt gondolom, hogy ma azért az elég sok pénz nem ahhoz, hogy nem, így van. Tehát érdemes előtte csinálni egy hitelszűrést, amit nem egy banknál érdemes megcsinálni, mert az csak arra az egy bankra vonatkozik, hanem egy független hitelszakértővel. Irodánkban egyébként Tordai Tibor az, aki ezzel foglalkozik. Ez egy teljesen díjmentes, körülbelül fél órát igénybe vevő szolgáltatás, amit a Tibor a bankokhoz benyújt, visszakapja az ajánlatokat, és az ügyféllel együtt átbeszélik, hogy mik azok a lehetőségek, amik rá vonatkoznak. Még akkor is, hogyha nem az irodánkon keresztül veszi az ingatlant. Tehát teljesen magánemberként is érdemes ezt kihasználni, hiszen lehet, hogy már megvan az ingatlan, de nem merünk belevágni, mert nem tudjuk, hogy a hitelt megkapjuk-e. Ne veszítsük el a foglalónkat csak azért, mert nem kérdeztünk. Inkább menjünk biztosra, és a megszokott elérhetőségeken írjunk egy e-mailt, vagy vegyük fel a telefont, és keressük fel az irodátokat tanácsadás segítségkérés címszavával. Beszéltünk az ingatlan hitelezésről, beszéltünk az építési támogatásról, a SOCPOR-ról. Ezek mindegyike megjelen a tulajdoni lapon, amit ingatlanadásvételnél előszeretettel lapozgatunk és nézegetünk. Milyen jelentősége van ennek a dokumentumnak? Nagyon-nagyon köszönöm a kérdést, mert az emberek nagy többsége nem tudja, mi az a tulajdonlap alapvetően, hiszen hogyha valaki vett egy házat 20-25 évvel ezelőtt, és egyébként még mindig benne lakik, akkor ő ezt a tulajdonlapot nem kéri le a földhivatalról minden hónapban vagy minden évben, hanem egyszer valamikor látta, de ez a tulajdonlap vagy fekszik egy fiókba, vagy ki tudja, lehet, hogy nem is volt. Ma minden ingatlannak a földhivatalnál van egy nyilvántartása, ezt nevezzük mi tulajdoni lapnak. Ez a tulajdonlap arra szolgál, hogy az ingatlannak a teljes élettörténete rajta van. Tehát az építésétől fogva a tulajdonos cserék, a bejegyzett terhek rajta vannak esetleg hagyatékok, öröklések, ajándékozások, tehát mindenféle jog és mindenféle teher ezen a tulajdoni lapon rajta van. Ezt úgy képzeljük el, mint egy olyan iratot, ahol időrendi sorrendben fel van sorolva, hogy ezt az ingatlant építette valaki, eladta ekkor valakinek, az a valaki továbbadta még valakinek, felvettek rá hitelt 3 millió forintot ekkor, kifizették ekkor, van még rajta ennyi meg ennyi hitel. Tehát gyakorlatilag egy ingatlan naplónak is. Így van. Egy teljesen jól olvasható napló. Viszont tudni kell olvasni, hiszen a legeslegfontosabb a tetején szereplő néhány szám és néhány betű, ami a helyrajzi számot tartalmazza, illetve azt, hogy milyen besorolású a telek, és milyen besorolású az épület.
Most ez körülbelül úgy néz ki, hogy most mondok csak egy példát, 6347 a helyrajzi száma, elnézést attól, akiét pont mondtam, nem tudom, hogy ez hova tartozik. Belterületi besorolású, kivett lakóház udvar. Ez azt jelenti, hogy családi ház áll a telken. Lehet olyan, hogy belterületi besorolás, gazdasági épület. Ez azt jelenti, hogy az a ház, ami a telken van, az gazdasági épület besorolású. Lehet nyaraló, lehet üdülő, lehet nem belterület, hanem külterület, zárt kert, szántó, mezőgazdasági terület. És ez azért nem mindegy, mert amikor vásárolunk valamit, más-más illetéket fizetünk a vásárlás után. És más-más finanszírozási formát így választhatunk, van. Ha jól tudom. Így van, és akkor itt visszautalnék szintén a hitelezésre, hogy egy gazdasági épületnek a hitelezése, az nem ugyanaz, mint egy családi háznak a hitelezése, hiszen a bank ugyanolyan ingatlan piacról él, mint mi, tehát amikor véletlenül az ügyfél mondjuk nem tudja fizetni a hitelét, és a bank tulajdonába száll az ingatlan, akkor nem mindegy, hogy az gazdasági épületként száll a tulajdonba, vagy családi házként. Éppen ezért nem adnak hitelt gazdasági épületre például egyáltalán a bankok. Csak készpénzzel így, tudjuk megvásárolni. Így van. Na most ez azért nagyon-nagyon fontos, mert régenben ez nem volt az emberek számára egy fontos dolog. Építési engedélyt mondjuk kaptak gazdasági épületre, ami úgy is maradt. Tehát nem minősítették tovább családi házzá, és így még mindig gazdasági épületként szerepel. De nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy örökölték az ingatlant, de az ingatlan nincs rajta a térképszelvényen, mert 52-ben nagypapa épített egy házat egy telekre, és még fennmaradási engedélyt sem kértek az önkormányzattól. Tehát most hiába akarják az örökösök eladni az ingatlant, gyakorlatilag, jogilag nincs ingatlan. Így van. Tehát hiába látom a szememmel, hogy ott áll egy ház, de magán a térképszelvényen és a tulajdoni lapon az csak egy telek. És akkor ilyenkor jön az ingatlanos, aki azonnal lekéri a tulajdonlapot a földhivatalból, megnézi, hogy kinek a tulajdonában van, hogyha hagyaték van rajta. Az is előfordult, hogy már régen elhalt szülők még mindig szerepelnek a tulajdonlapon, mert azt az utolsó lépést a hagyatéki eljárás végén az örökösök nem tették meg, hogy bementek a földhivatalba, és utolsó lépésként nem töröltették a szülőket mondjuk. Így van. Pedig tulajdonképpen ez csak egy lépés, de ezt nagyon sokan el szokták felejteni. Hosszú távú jelentősége van. Így van, így van. A tulajdonlapon, ami még nagyon-nagyon fontos, és ezt kifejezetten azoknak mondom, akik magánúton szeretnék értékesíteni az ingatlanjukat, mert ha ingatlanossal teszik, akkor az ingatlanos azonnal lekéri a tulajdonlapot, és figyelmezteti őket, hogyha valami nem stimmel rajta, mert az eladásig azt még bőven el lehet intézni, tehát a bürokráciát végig lehet járni az eladásig. De ha adásvételi szerződéskör derül ki, hogy nincs térképszelvényen mondjuk az ingatlan, az meg tud hiúsítani egy vételt bizony. Tehát például ilyen jogok szerepelhetnek a tulajdonlapon, hogy haszonélvezeti jog. Haszonélvezeti jog az egy erősebb jog, mint a tulajdonjog. Mondok egy egyszerű példát. A szülők ajándékoznak egy telket vagy egy ingatlant a fiatal párnak, de azért, hogy ők ne tudják eladni, vagy azért, mert szeretnék közös tulajdonban tartani, a fiatal páré lesz a tulajdonjog, és a szülők beegyeztetik magukat a tulajdonlapra, mint haszonélvezők. Ettől nem kell megijedni, ez egy teljesen normális dolog. Viszont adásvételkor minden tulajdonos és haszonélvezőnek alá kell írnia, hogy eladjuk az ingatlant. Egy valaki beleegyezésének a nem megléte már elég ahhoz, pontosan, hogy megjúsuljon ismételten az adásra. Így van, pontosan. Na most ugyanez vonatkozik özvegyi jogokra például. Ott is ugyanúgy, mint a haszonélvezeti jognál, nem kell megijedni tőle, de adásvételi szerződéskor tudni kell, hogy menni kell aláírni. Vagy elővásárlási jog egy osztatlan közös tulajdonnál. Az azt jelenti, hogy szintén ne ijedjünk meg, hogy elővásárlási joga van valakinek, azt jelenti, hogy le kell őt mondatni
az elővásárlási jogáról, és azt is ugyanúgy egy adásvételi szerződés keretén belül meg lehet tenni. És ezeket azért érdemes erről beszélni, mert magánemberként, laikusként, hiszen honnan is tudná, hogy a jogi paragrafusok mit takarnak, nem, és az emberek megijednek ettől, hogy Jézus, tehermentes ingatlant szeretnék venni. De miért? Hát mert a hitelt ki kell fizetni. De nem a vevőnek. De vevőként ez önt miért érinti? Tehát, hogy olyan gondolatok vannak jelen pillanatban az emberek fejében, hogy hófehér tiszta tulajdonlappal lehet csak ingatlant venni. Pedig ez nem igaz. Tehát ma Magyarországon az esetek 98%-ában hitellel terheltek a tulajdonlapok, régi szocpollal terheltek a tulajdonlapok, építési támogatással terheltek a tulajdonlapok, vezetéki jog van bejegyezve, amit ma az elmű minden ingatlanra rávezet, hogy vezetéki joga van lefektetni az ő vezetékét. Ez egy teljesen normális jog, mégis vevők ettől sokszor megijednek, mert hogy nem tudják, mit keres az elmű a tulajdoni lapon. Rajta van, és rajta is marad, de ettől még az ingatlan szabadon adható, vehető, és a piaci árát nem befolyásolja. Végrehajtási jogok szerepelnek ingatlanokon, hitelek szerepelnek, haszonélvezők, özvegyi jogok vannak bejegyezve, ajándékozás, közműtartozások, tehát például, hogyha valaki mondjuk a gáztartozását olyan szinten felhalmozza, akkor a gázművek bejegyzi a saját jogát a tulajdonlapra. De ettől nem kell megijedni, hiszen ez nem a vevőt terhelik, és általában a vételárból, nem általában, mindig a vételárból ki van fizetve. Tehát sokan vannak úgy vevők, akik azt mondják nekünk, hogy hát ők azt látják a tulajdonlapon, hogy tartozik a banknak 3 millió forinttal az ügyfelünk, és még a gázműveknek is tartozik 600 ezerrel, és ő addig ezt nem veszi meg, amíg ez nincsen kifizetve. Csak addig és nem biztos, hogy ki tudják kérdezni, fizetni. Hogy miből, hát mit gondol, miért szeretné eladni? Ezért szeretné eladni, és nyilván a vételárból tudja kifizetni. De ettől nem kell megijedni, mert a vevő a pénzt nem az eladónak adja, és majd az eladó vagy befizeti, vagy nem, hanem a vevő a banknak adja a pénzt, aki letörli az ő jogát a tulajdonlapról, illetve a gázműveknek adja a pénzt, vagy a végrehajtónak, vagy a bárkinek, akinek tartozik az eladó, és így a tulajdonlapról törlődnek ezek a bejegyzések, és mire az utolsó vételár részlet ki van fizetve, addigra a tulajdonlap tehermentessé válik és permentessé. Tehát mire már az adásvételi szerződés kötelembe megy, addigra már üres lesz a tulajdonlap, és a vevő egy teljesen tiszta ingatlan tud megvenni. Tehát azt nem kell... kapja, amit várt eredetileg, csak ehhez ő is kell. Így van, így van. Tehát nem kell megijedni a jogoktól, csak kérdezni kell. Tehát egy laikus eladó, aki most próbálja eladni az ingatlanát, honnan tudná, hogy a haszonélvezeti jog, az özvegyi jog, az elmű jog, a gázvezetéki jog, a különböző terhek mit jelentenek egy tulajdoni lapon, vagy akár egy vevő, aki most szeretné élete első ingatlanát megvenni, és még soha nem látott tulajdoni lapot. Tehát én azt gondolom, hogy kérdezzünk. Először is ne vegyünk olyan ingatlant, aminek nem láttuk a tulajdonlapját, még véletlenül se. Tehát csak azért, mert látok egy házat, az nem biztos, hogy ház. Tudom, hogy ez most furán hangzik, de mert van 4 fala, az nem biztos, hogy ház. Tehát jogilag az még lehet telek, sőt, lehet szántó. És ha szántót veszünk, annak egészen más jogi és tulajdonlapjai vannak, mint egy család, belterületi családi háznak. Tehát tulajdonlap, ott kezdünk, lekérjük a tulajdonlapot. Ha nem tudjuk értelmezni, akkor kérdezzünk meg, vagy egy ügyvédet, vagy egy ingatlanost, hogy mégis mit jelentenek a bejegyzések. Tulajdonlapot lehet lekérni a földhivataltól, ezt nem ajánlanám senkinek, mert ez 6800 forintba kerül jelen pillanatban, és hologramos tulajdonlap, nincs szüksége senkinek erre.
A Takarnát programon keresztül 1270 forintért gyakorlatilag bármikor lekérhető, vagy egy ügyvéd kell hozzá, vagy egy ingatlaniroda, és azon bizonyító erővel nem bíró tulajdonlapot tudunk lekérni, de információnak nekünk az tökéletes. Tájékoztató jelleggel szolgál. Így van, arra tökéletesen jó. Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy amikor ingatlan vásárlásba kezdünk, akkor ne higgyünk a szemünknek, amit maguk előtt látunk, csak akkor, ha már ezt a betűk is alátámasztják a tulajdoni lapon. És ez vonatkozik a kerítésre sem. Tehát a kerítésnek se higgyünk. Tehát azért, mert oda van húzva egy kerítés, az nem biztos, hogy az ingatlanhoz tartozik, vagy ott a határ. Tehát ne higgyünk semmiképpen. Tehát döntsük el, mit szeretnénk, és ezt csak akkor vegyük meg, amikor a tulajdoni lapon is ez szerepel besorolásként. Így van, így van. Piroska, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad mindezt. Kedves nézőink, nem sokára ismét találkozhatnak majd veled, ám szeptemberig egy picit várni kell, mert augusztus hónapban a Régió Plusz Televízió Porta magazinja nyári szünetre megy, úgyhogy addig is jó nyaralást kívánok mindenkinek. Önök a Porta 58. adását látták. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Augusztusban egy kicsit pihenni megyünk, és önöknek is jó nyaralást kívánunk, viszont szeptembertől újabb adásokkal ismét várjuk önöket képernyőnk elé. Viszontlátásra! Műsorunk létrejöttét támogatta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa, az Árvácskás Virágbolt, a Kiscsuki Konyhai Üdülőház, a Möbelsgen Textil Kft., a Galgahévízi Bútorstúdió, az Otthon Centrum és a Versek Közép.